A Petőfi Irodalmi Múzeum 2022-ben a Petőfi Sándor emlékév alkalmából hozott létre egy tematikus múzeumbuszt. A szeptember 1-ével útjára indult vándorkiállítás a Petőfi Sándor emlékév alkalmával jött létre. A múzeumbusz első állomása a költő szülővárosa Kiskörös volt, amelyet azonban számtalan település követett már. A tamásiaknak is lehetősége adódott a mozgó kiállítással ismerkedni. Valóban egy utazó kiállítás, településről településre járunk egy éven keresztül, már több mint 45 településre jártunk, és még van előttünk néhány úti cél. Ez egy interaktív kiállítás, ami azt jelenti, hogy a fiókokat ki lehet húzogatni, minden tartalom akkor jelenik meg, hogyha a látogatók bekukucskálnak a lyukakon, kinyitják a szekrényeket és hasonlók. Versek, játékok, kísérőszövegek, idézetek egyaránt vannak a buszon. A kiállítás a dinamizmusáról ismert alkotó karakterét és életművének kiemelkedő darabjait mutatta be. Nem elsősorban az életrajz, sokkal inkább az alkotói attitűdöt meghatározó döntések, helyzetek, kontextus mentén ismerték meg a látogatók Petőfi Sándort. Az iskolásokkal általában 40-45 percet szoktunk eltölteni, mindig egy kicsit beszélgetünk velük Petőfiről, hogy hogyan formálódott a képe az elmúlt 200 évben, és persze önállóan is meg tudják nézni a kiállítást, és az egyéni látogatóknak is szívesen tartunk tárlatvezetéseket. Nagyon nagy az érdeklődés, mert több mint 14 ezer látogatót fogadtunk a buszon. A gyerekek nagyon lelkesek, tehát látszik, hogy a frontális oktatás mellett egy más természetű információ átadás, ez mennyire lelkes érdeklődővé teszi őket, és hát abszolút az egyéni látogatók közül is van, aki azt találja meg, amit már tud Petőfiről, és ez okoz neki örömet, de rengeteg új információ is van a buszon. Sokszor vannak félreértések, vagy sokszor rosszul emlékeznek egy-két dologra, és ezekből mindig nagyon jó beszélgetés kerekedik, és hát van, amikor persze nagyon kritikusan viszonyulnak hozzánk, és egy-két dologra rákérdeznek, hogy mi hogyan működik, de ezek a legélvezetesebb pillanatok mindig. A buszba belépve képeken és szövegeken keresztül találkozhattak az érdeklődők a költővel. A kiállítás gerincét 10 kiemelt gyűjteményi darab alkotja, amely képzeletbeli utazás egy-egy állomását jelzi. A pedagógusok visszajelzései alapján is egy jó kezdeményezés a Petőfi busz, ami remek kiegészítése a tantermi óráknak. Abszolút úgy tűnik a legtöbb kollega, én is kicsit kollégának érzem a tanárokat, mind nagyon hálásak, hogy segítséget nyújtunk egy ilyen kiállítással a kötelező tananyaghoz. Azt hiszem, hogy mindenkinek van személyes kedvence, úgyhogy én is a személyes kedvencemet tudom mondani. Minden falon van egy-egy kérdés, ami abszolút 21. századi hangon szólal meg, és mögötte Petőfi prózaidézetek vannak, tehát az úti jegyzetekből, a naplóiból, visszaemlékezésekből, ugye ez egy kicsit segít nekünk abban, hogy ő mint ember is megközelíthető legyen, és ne csak a költői hangját halljuk meg. Nagyon jól ismerik Petőfi, tehát ugye a nemzeti dal az mindig egy jó kiinduló pont, hiszen már az óvisok is tudják mondani, hogy kokárdát hordanak mi egymás, és hát sok olyan vers van, amit tényleg már csak az érettségizők ismernek, és ezekkel keresztül is egy picit tudunk formálni a Petőfi képükön. A város minden oktatási intézményéből voltak látogató csoportjai az emlékbusznak. A Béri Balog Ádám katolikus gimnázium is több csoporttal látogatta meg a Tamásiba érkezett kiállítást. Mi nagyon örültünk annak, amikor megtudtuk, hogy Tamásiba is megérkezik a Petőfi busz, mert mi mindig igyekszünk olyan új lehetőségek után kutatni, amelyek egy picit földobják, ha szabad így fogalmaznom, föllazítják a hagyományos órakeretet és az órák menetét. És ahhoz mindenképpen tudni kell, hogy a mai fiatalok nem szeretnek belekeskenyedni, belekövülni egy-egy hagyományos tanórába, és minden alkalommal, amikor ilyen lehetőségünk van, akkor örömmel lecsapunk rá, és igyekszünk azt maximálisan kihasználni. Sajnos az időkeret jelenleg szűk, úgyhogy most csak két osztállyal tudunk eljönni, most a hetedikesek vannak itt, és a következő időpontunk pedig a kilencedikesekkel vannak. Ez azért is jött ki jól, mert mind a két osztály tanulja Petőfit, és szeretnénk nekik megmutatni azt is, hogy hogyan lehet egy teljesen szokatlan helyszínen Petőfit megismerni, illetve Petőfivel még jobban ismerkedni, egy picit elmélyülni. A busz a tervek szerint 2023. augusztusáig járja majd az országot és a Kárpát-medencét. Decemberig több mint 60 település közössége találkozhat a Petőfi utazókiállítással.